Korabeli gyász hír, mely Baross Gábor halálát hirdeti. Emlékkiállítása nyílt a napokban az egykori vasminiszternek az Arany János Művelődési Ház MÁV Art kiállító terében. A győri vasútállomás utascsarnokában olyan fotók, emlékek kaptak helyet, melyek Baross Gábornak állítanak emléket. A tárlatot Bana József, Győr megyei jogú város levéltárának nyugalmazott igazgatója nyitotta meg, aki híradónak is beszélt a tárlatról. Ez a kiállítás a úgynevezett 150. évfordulóra készült 1998-ban, és a Baross Gábor nem csak a helyi tevékenysége, hanem az országos tevékenységeit is méltatjuk, hiszen ezt abban az időszakban a Közlekedési Múzeummal együtt közösen készítettük, és abban az évben az országos Baross kiállítás az itt Győrben valósult meg. Ennek a tablóit láthatjuk itt kiegészítésekkel. Győr négyszeres országgyűlési képviselője egy recessziós korszakban képviselte a város érdekeit. Sok központi forrást tudott Győrbe irányítani, melyeket fejlesztésekre költöttek. Nem csak a vasutak, a közraktár, a rábaszabályozás, ezek voltak az ő időszakának az ő fő tevékenysége. Nagyon komoly tiszteletnek örvendett, és a Czechmeister Károly és egy városi hatalmas delegáció is részt vett akkor, amikor ő elhunyt a temetésekről, és később is a város ápolta a kultuszát, hiszen utcanév kidőrzi a nevét, és a rendszerváltozás körül ezek is vissza is kapták az ő nevét, és ma már azt mondhatjuk, hogy Baross Gábor ismét a régi fényében látható. Bana József hozzátette, Baross Gábor emlékbizottság is alakult 20 évvel ezelőtt, dr. Schmidt Péter vezérletével, ami méltó módon őrzi az egykori politikus emlékét. A tárlat ingyenesen látogatható 2023. január 8-áig a győri vasútállomás csarnokában.